Sikeres megyei időszak, 7 év alatt 800 programot indított a megyei önkormányzat 100 milliárd forint értékben. Fele más év, a szántóföldi növénytermesztés jól, az állattartás gyengébben szerepelt idén. Zajos veszély, inkább engedjük be a kutyákat szilveszter este a tűzijáték miatt. Sikeresnek ítélte az elmúlt év és a záródó uniós költségvetés időszak megyei fejlesztéseit Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke. A testület koordinálja a megye uniós beruházásait. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Az elmúlt 7 évben több mint 800 projektet indítottak el, mintegy 100 milliárd forint értékben. A következő időszakban pedig elsősorban a helyi közösségek erősítésére koncentrálnak. Júniusban fejezték be a Nyír-Derzs és Nyír-Császári közötti összekötőút felújítását. Az 5 kilométeres szakaszt gyakran használják. Nyír-Derzsről sokan járnak Nyír-Császáriba és Nyír-Bátorba dolgozni, tanulni és vásárolni. Ez volt az egyik olyan út, amely ebben az évben épült a megyében. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, a most záruló uniós költségvetési időszakban 800 fejlesztést indítottak el. 27 kerékpárút épült, 47 belvíz elvezető csatornát tudtunk megújítani, 47 településen, lehet, hogy kevesebb településen, azért városban azért többet, több projektet is érinthet. Zöld város kialakítása 21 esetben, turisztikai fejlesztések, 56 óvoda építés, illetve a felújítás valósult meg, 51 bölcsőde, ez különösen érdekes, hiszen ennek eredményeképpen elmondhatjuk, a bölcsődei már nem városi intézmény, hanem sok falusias jellegű települése is megjelent. Mindez ugye gazdaságfejlesztési célt szolgál is, hiszen így az édesanyák előbb munkába is tudnak állni, hogyha a családnak a anyagi szükséglete ezt indokolják. 18 ipari parki fejlesztést valósítottunk meg. Foglalkoztatási paktumokról ugye beszéltünk, a jövőben is lesz ilyen. Még majd fogunk is. És fogunk is. 120 energetikai projekt, ez különösen érdekes, ennyi intézmény. Iskolákat ebbe bele sem veszük, hiszen az egy másik operatív programnak a keretéből, energetikai felújítási keretéből újult meg, de ebben benne vannak polgármesteri hivatalok, idős otthonosok otthona, óvodák, felújítás energetikai szempontból ez jelentősnek mondható. Szeptember közepén rendeztek megyei értéktalálkozót Panyolán. Nem csak itt, hanem több településen is szerveztek hasonló eseményt. Sesták Oszkár megyei elnök azt mondta, a jövőben sokkal inkább a helyi közösségek megerősítésére használnak majd fel uniós forrásokat, kevésbé infrastruktúrális fejlesztésekre. Nem lesz olyan fajta probléma, hogy egy kastélyban működik még az óvoda, és nem annak épült, vagy a szociális otthon egy kúriában épült, vagy működik, és hát nyilvánvalóan nem ezekre a célokra épültek ezek az épületek. Tehát remélem, hogy a következő 7 éves fejlesztési ciklus végére, az ilyenfajta infrastruktúrális gondoknak a végére jutunk. Viszont nagyon fontos, hogy egy településnek milyen az életminősége, a felújított bűvölődési átban milyen programok vannak, milyen közösségek működnek az adott településen, hiszen ezek jelentik az identitás fejlesztését. A helyi közösségek megerősítése talán a legjobb szívó szó, hogy mi is az az identitás. Októberben jelentették be, hogy új vízszározót építenek a Tiszán, a Palát Csícsei öblözetben. A megyei közgyűlés elnöke azt mondta, ezekre az országhatárokon is átívelő vízügyi beruházásokra a következő időszakban is fordítanak majd forrásokat. Rendezik például az Északnyírség vízgazdálkodási rendszerét. Új óvoda épült, utakat korszerűsítettek, valamint egy termelőüzemet is átadtak 2021-ben leveleken. A nagyközségben nemrég a piac fejlesztését kezdték meg, hamarosan pedig a ravatalozó épülete is megújul. Az önkormányzat legfőbb célja, hogy folytassa az útfelújítások sorát, a belterületi aszfaltozások mellett a Nyíribrony felé vezető külterületi út is új burkolatot kaphat. Fa megmunkálására alkalmas korszerű eszközök kaptak helyet ebben a leveleki üzemben. Szomszédságában betonelemgyár épült. A december elején átadott épületekben többek között különböző formájú térköveket és raklapokat állítanak elő. A termékeket eladásra szánják, így az önkormányzat nem csak a közfoglalkoztatás értékteremtését, hanem a helyi gazdaság erősítését is segíti.
A 41-es főút egyik legforgalmasabb és legveszélyesebb kereszteződése is megújult 2021-ben leveleken, helyére egy könnyen átlátható, biztonságos körforgalmat építettek. A község idén egy impozáns, 125 férő helyes óvodával is gazdagodott. Aktív volt ez az év, eseménydús, három nagy beruházás sikerült befejeznünk. Átadásra került az új csoportos óvodánk, illetve a körforgalmi csomópontunk, és idei évben sikerült létrehoznunk a betonelemgyártó és asztalos ipari üzemet, amely a harmadik nagy befejezett projektje lett idén Leveleknek község önkormányzatának. Már elkezdték a leveleki piac korszerűsítését, új standokkal és kiszolgáló egységekkel bővítik a területet. A ravatalozó felújítására a Magyar Falu programban nyert forrást az önkormányzat, itt 2022 első felében kezdődnek meg a munkálatok. Szintén az állam támogatta több kisebb utca rekonstrukcióját, amely program a jövő évben is folytatódik, de a tervek között szerepel egy külterületi út felújítása is. Belügyminisztériumi forrásból sikerült megvalósítani az ifjúságút felújítását, illetve saját önkormányzati költségvetési forrásból a Dohánykert sportutca aszfalt burkolatát újítottuk föl, és hát tervezzük és folyamatban van a támogatás megítélése a leveleket Nyíri Bronnyal összekötő útszakasznak a felújítása, illetve hát a település fontos tervei közé tartozik az utak, a patkáknak a további rendezése, a csapadékvíz elvezetés korszerű megoldása, a településképnek a fejlesztése, a szolgáltatásoknak a javítása. A település vezetése mellett büszke arra, hogy a turizmus idén újra fellendült. A leveleki tó és az azt övező üdülők idén nyáron újra megteltek vendégekkel. Ehhez nagyban hozzájárultak a különböző országos és nemzetközi sportesemények is. A település már harmadszor adott otthont Európa és világbajnoki jetski futamnak, az extrém vízisport legjobbjai pedig várhatóan 2022-ben is visszatérnek a szabolcsi településre. Nyereséges évet zártak a szántóföldi növénytermesztők 2021-ben a megyében, az állattartó telepek jövedelmezősége azonban csökkent. A gazdák különféle jogcímeken számos támogatást igénybe vehettek. A számos pozitívum mellett megoldandó problémából is van bőven, a munkáskész hiánya például egyre nagyobb méreteket ölt a mezőgazdaságban. Több téma is szóba került az Agrárkamara december 11-én Balkányban tartott megyei fórumán. Az eseményen az évet is értékelték, elhangzott itt, hogy a megyében az országos átlagtól jobban sikerült az év a mezőgazdaságban. 2021-ben a kései fagyok sem végeztek akkora pusztítást, mint a korábbi években. A cseresznyét és a medgyet érintették ugyan, de csak kisebb területeken. Az Amánál a fagyok nem okoztak jelentős károkat, a közepesnél is jobb rekord közeli termés született. Ez persze összefügg azzal, hogy egy évvel korábban viszont sok gyümölcs elfagyott. A szántóföldi növények esetében is jól alakult az elmúlt esztendő, a napraforgó, a kukorica és a kalászosok termése is az országos átlag felett alakultak. A gazdálkodók ráadásul a korábbinál magasabb áron tudták azokat értékesíteni. A fórumon az aktuális ágazati problémák mellett sem mentek el szó nélkül. A kamara megyei elnöke a 35 percben említett ezek közül néhányat. A zöldségfélékben, ha arra gondolunk, hogy már a tavasszal az uborka szedési kezdeti időszakában akadályok voltak, a megy betakarítása elhúzódott, és a konzervgyára még a megy befőtte voltak elfoglalva, mire rájött az uborka a meleg időjárásnak következően, és az elején nem tudták fogadni a feldolgozók, és sajnos akinek korai uborkája volt, az nem tudta értékesíteni, hiába volt érvényes szerződése. A kézi munkaerő hiánya szintén egy olyan probléma, ami évről évre egyre sürgősen megoldás után kiállt. Nem véletlen, hogy a betakarítás idén több növény esetében is jelentősen elhúzódott, az almával például csak december 10-e körül végeztek. Az elegendő munkáskéz biztosítása Rácibre szerint a közfoglalkoztatáson keresztül is megoldható lenne. Az mégsem sikerülne, több gazdálkodó kényszerülhet a termőterülete csökkentésére, ami azonban azt is eredményezné, hogy még több importra szorulunk.
10 évvel ezelőtt még 100 000 tonna gyümölcsöt szállítottunk ki az országból, most pedig 140 000 tonnát hozunk be, illetve csak az utolsó 5 évben a Lengyelország felé beérkező alma meg 10-szereződött. Szóval én azt gondolom, hogyha Magyarországon, és ezért vagyok elkeseredve, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe termelték meg 65%-át az almának, és hagyjuk ezt az ágazatot így tönkre menni, leépülni. Az egyre gyakoribbá váló asszályos időszakokkal való megbirkózásra a nyírség vízpótlása nyújthat megoldást a megye agráriumában. 2,8 milliárd forintból készül ennek terve, a beruházás pedig több mint 100 milliárd forintból valósulhat meg a következő években, lehetővé téve a felszíni vízből való öntözés szinte az egész megyében. A pozitívumok közül a Kamara megyei elnöke kiemelte a különféle agrártámogatásokat, amelyek 2021-ben 46 jogcímen voltak igényelhetőek. A kisebb területtel rendelkezők általában előnyt élveztek. Rácz Imre a jövőre nézve hozzátette, 2021 és 27 között 4265 milliárd forint uniós forrás jut az ágazatnak, ami háromszor több az előző évekénél. A tűzijáték használata egyre szigorú feltételekhez kötött, és a gazdik is egyre figyelmesebbek. A statisztikai adatok azonban még mindig elkeserítőek a szakemberek szerint. A szilveszterkor elkóborolt kutyáknak alig a fele jut haza az ünnepek után. Ezért az állatvédők azt tanácsolják, hogy az évben erre az egy éjszakára zárják biztonságos helyre a kinti kutyákat is. Egy felelősségteljes gazdi tudja, szilveszterkor különös figyelmet kell fordítani a házi kedvencére. A kutyák ugyanis nem tudják értelmezni a tűzijátékot és a petárdát, nem tudják összekötni a szórakozással, nem látják benne a szépséget. A szilvesztert egyfajta világháborúként élik meg a hirtelen hangrobbanások és éles fények miatt. A házi kedvencek ilyenkor pánikszerűen menekülni kezdenek. Ilyenkor nincs akadály, tehát egy normál, kiegyensúlyozott kutya is képes akkora pánikba kergetni saját magát, hogy gyakorlatilag bármin keresztül tör, tehát legyen az egy üvegajtó, legyen az egy kerítés, ami egyébként megmászhatatlannak tűnik számára. Sokszor láttunk olyat is, hogy kitörve a kerítést úgy próbált menekülni a kutya valami elől, amit nem lát, amit nem tud, hogy mi az, és nincs hova. A szerencsésebb állatok egyébként megúszszák balesetek nélkül, ők általában 2-3 nappal a petárdázás tűzijáték után kerülnek elő, amikor már elcsendesedett minden és előmerészkednek, ez a szerencsésebb eset. De sajnos vannak olyanok, akik annyira messzire jutnak az otthonuktól, esetleg csip nélkül, hogy soha nem találnak haza, és hát sajnos rengeteg van, akinek az életébe kerül ez a tűzijátékozás. A lakásban tartott kutyák is sokkot kaphatnak, epilepsziás rohamok léphetnek fel. Számukra a bőséges vacsora, a gazdi jelenléte, a felhangosított tévé vagy zene, a leengedett redőnyök és a nyugi cseppek jelenthetik a megnyugvást. Embereknek való nyugtatót azonban soha ne adjunk az állatoknak. Az állatvédők egyöntetően és határozottan arra kérik a gazdikat, ilyenkor soha ne kössék láncra az ebet, a kint tartott kutyákat zárják biztonságos helyre. Akik szabadon mozognak, ugye az ő esetükben fontos az, hogy ha nem is engedik be őket a lakásba, bár azt gondolom, hogy egy éjszakáról van szó, tehát igazság szerint akár egy előszobába is el lehet helyezni az állatot, hogyha az életéről van szó, de minimum egy garázs, egy fészer, egy különálló, zárható épület, ahonnan nem tud kitörni, ahonnan nem tud elmenekülni. Abban az esetben, hogyha a kutya szabadon van kint, egyedül adott esetben, és nagyon fél a tűzijátéktól, számára ugye nincs akadály, tehát akár egy kerítés, akár bármi. Sajnos találkoztunk olyan esetekkel is, amikor ugye felakadt a kutya a kerítésen, és ez ugye a halálához vezetett. Láncon tartott kutyák esetében pedig extra veszélyes, hiszen nekik még az a lehetőség sincs meg, hogy meneküljenek. Ha mégis el tudják szakítani a láncot, akkor pedig az egy plusz extra veszélyforrás, hogy a nyakukon lóg valami. Úgyhogy tényleg próbáljuk meg az ő helyzetükbe képzelni magunkat. Ők olyanok, mint a gyerekek. Tehát ez az egyetlen egy éjszaka van gyakorlatilag az évben, amikor nem tudunk nekik maximális biztonságot nyújtani lelkileg, úgyhogy legalább fizikailag tegyük ezt meg. Az állatvédők azt hangsúlyozzák, a legnagyobb problémát nem is a 15-30 perces városi tűzijáték okozza, hanem az estétől reggelig, vagy akár napokig tartó lakossági petárdázás és pirotechnikai eszközök használata.
Most pedig folytatjuk évvégi összefoglalónkat, ma az októberi eseményeket vesszük szemügyre. Október közepén ünnepelték meg Nyírbogáton, hogy a település városi rangot kapott. Leveleken körforgalom épült, Encsencsen pedig közintézményeket korszerűsítettek. Októberben jelentették be, hogy új víztározót építenek a Tiszán, a Palát-Csécsei öblözetben. Encsencsen folyamatosan korszerűsítik a közintézményeket, az általános iskolát, az óvodát és az orvosi rendelőt. A beruházások mellett az utak, a közterületek felújítása is megtörtént. A tervek között a települést nyírbéltekkel összekötő út renoválása is szerepel. Az elmúlt években rendkívül nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az intézményeink megújuljanak, és akkor szépen mentünk sorba, kezdtük az orvosi rendelővel, az óvoda, az iskola megújult, folyamatos fejlesztések történtek a település életében. A belvízelvezető rendszerek megújultak néhány évvel ezelőtt, megvalósult a szennyvízberuházás, ami a település életében a legnagyobb léptékű beruházás volt, és készülünk tovább, tehát sok tennivalónk van még. Ami most ebben az évben igazán aktuálissá válik, ez a Zencsens-Bélteki összekötő útnak a felújítása. Itt már az út elhasználódott, mindenféleképpen szükségszerű egy felújítás. Nagyon fontos, hogy a kötelező feladataink ellátásához szükséges bölcsődei férőhelyeket kialakíthassuk. Így bölcsődét tervezünk építeni a következő időszakban, és bizony még néhány vízelvezető rendszerünk felújításra szorul, és szükséges lenne egy-két belterületi útszakaszt is felújítani. Jelentősen javított a közlekedésbiztonságot Levelek új körforgalma. A forgalmas csomópontban új buszöblöket alakítottak ki, megújult a térvilágítás, és a vízelvezetést is megoldották a fejlesztés keretében. Az elmúlt években több, tehát gépkocsi, illetve gyalogos kerékpáros baleset is történt. Ez egy nagyon nagy forgalmú útszakasz, és itt bizony a gyalogosok, a kerékpárosok nagyon nehezen tudtak átkelni, a gépkocsival kihajtani, és több közlekedési baleset is történt az elmúlt években. Ünnepélyesen is várossá avatták Nyírbogátot október 11-én. Az SZJL képező kulcsot és díszoklevelet a település polgármestere Novák Katalin családügyi minisztertől vette át. Az ünnepségen a polgármester azt mondta, az itt élő emberek munkáját ismerték el a városi rang adományozásával. A városi cím elnyerése nagyszerű és méltó elismerése az itt élő emberek munkásságának. Valljuk, hogy ez a megtiszteltetés ennek a közösségnek, a több évtizedes munkájának az eredménye. Célunk, hogy Nyírbogát az itt élők számára jelentse az otthont, és egy szerethető kisvárossá váljon Nyírbogát. Mi itt továbbra is azon dolgozunk, hogy minél kényelmesebb, minél jobb és komfortosabb, minél harmonikusabb környezetben éljünk. Új 45 millió köbméteres árapasztó tározót építenek a Tiszán, a Palát-Csécsei öblözetben. A védműre azért van szükség, hogy csökkentsék az árvíz esélyét Tiszabecs térségében. Ez már a 7. ilyen tározó a Tisza mentén. Tudnunk kell, hogy milyen a vízárása, ennek kiváló, azt lehet mondani, tehát a gumitömítések, az illesztések, azok mind a beton felület kialakítások azt mutatják, hogy egy vízterhelésnél 5-6 méteres is lehet. Ezt tudni kell. Nem nulla a vízátbocsátása olyankor, hiszen valamennyi megengedett, de azon belül is, annak a 10%-a körülbelül, hogy még annyi sincs, amit produkált. Tehát ez már elkészült, és egy leendő árvíznél, ami bármikor jöhet, ez ellen tud majd állni. A térségben egy 150 kW-os napelempark is épül, hogy biztosítsa a szivattyútelep áramellátását. Emellett Tiszakóródon új gátőrház, Tiszabecsnél pedig árvízvédelmi raktár létesül. A teljes programra 36 milliárd forintos uniós támogatást nyert a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A megyei első osztályú tabella 7. helyén tölti a téli szünetet a Balkányi futballcsapat. A Mirgai László által irányított együttes 7 győzelem mellett 2 döntetlent játszott, és 6-szor szenvedett vereséget.
Harmadik edzői időszakát tölti a Balkány kispadján Mirgai László, akinek irányításával úgy vágott neki az idénynek a csapat, hogy a mezőny első felében végezzen, a lehető legközelebb a dobogóhoz. A megfiatalított együttes a bajnokság első felében elérte célját, a hetedik helyen várja a folytatást, köszönhetően többek között egy hétmeccses feretlenségi sorozatnak. A listavezető Spari 2 kiemelkedik a mezőnyből, 9 ponttal vezet a második vásáros namény előtt. A harmadik helyezett Mándoktól 5 pont távolságra van a Balkány, és az edző szerint voltak olyan meccseik, amelyeken megszerezhették volna ezeket a pontokat. Negatív irányba kettőt is tudnék mondani, a Gyulaháza, sajnos az nagyon nagy kudarc volt itthol, és hát Kemecsén szintén kikaptunk, 2 olyan csapat, akit meg tudtunk volna fogni, helyzetek alapján is. Én azt gondolom, hogy ott nem voltunk elég kiélezettek, inkább tompák voltunk, különösen a helyzeti használásnál. Aztán ami nagyon-nagyon nagy bravúrnak tartok, az a vásáros namény elleni 3-0-es győzelmünk, ahol a második helyezett naménynak esélye se volt a gólszerzésre, hát ott kimagaslóan fordbaloztunk. A balkányi házi góllövő listát Vasas Tamás vezeti 9 találattal, megelőzve Kerecsen Józsefet, aki védő létére 7-szer volt eredményes az őszi szezonban. Ebből 5 gól 11-esbe született, de hát ahogy mondani szokták, ezt is be kell lőni. Az mindenképpen egy pozitívum, hogy előrefelé, tehát a támadók felmerik vállalni az 1-1 elleni játékot. Nem véletlen, hogy 5-11-es sikerült kiharcolnunk az ősz folyamán. Ezeket hál' Istennek sikerült belőnöm. Illetve volt egy nagyon fontos találatom az Újfehértó ellen, ami az utolsó percben született, ezzel pontot mentettünk idegenben. Sajnos a maradék egy gól, ami még akcióból, illetve nem is akcióból, szabadrugásból született, az nem ért pontot, mert otthon nem tudtuk megszerezni a 3 pontot a Mándok ellen. Szeretek középhátvédet játszani, én úgy gondolom, hogy megtaláltam a helyemet, viszont tudni kell, hogy szerettek támadni is, tehát szeretem segíteni a támadásokat. Jól jött ki most ez a fél szezon, szerencsére tudtam hozzátenni a csapat játékában a támadó játékot illetően is. A balkániak nem tétlenkedtek, már a téli szünet elején igyekeztek megerősíteni a csapatot. A kispadunk elég vékony volt, már 4 játékost igazoltunk is, a Újfehértóról Kántor Tamást elhoztuk, illetve a Pallai Bencét, és 2 fiatalt igazoltunk, még a Tudlik Dávidot és a Mercs Janit alacsonyabb osztályból. Január 3-án kezdjük a felkészülést, és hát nem Balkányban, mert ott a lehetőségeink ugye nem adottak, bár ha Jóisten is úgy akarja, akkor jövőre talán már elindul egy komoly építkezés, hát reméljük, hogy nem fog megkiúsulni. Biribe menjünk át, és ott a Műfűben fogunk edzeni, és 7 edzőmeccset fogunk játszani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy február közepe vége fele, ugye kezdődik a bajnokság, ez elég lesz. A Balkány az első tavaszi fordulóban az eddig 1 ponttal többet gyűjtő 6. helyezett Ibrány otthonában lép pályára. Önök december 30-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták. Friss hírekkel, híradóval legközelebb holnap, azaz szilveszter este is várjuk majd Önöket. Addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!